A hűtlenség a válás leggyakoribb okai közé tartozik. Az egymástól való elhidegülés ugyancsak nagy szerepet játszik abban, hogy a párok egy idő után elválnak. A házasság megmentése érdekében csak ritkán fordulnak pszichológushoz, aki segíthetne megoldani a problémáikat. Amikor a párok eljönnek, nagyon sokszor nem látják át azt, hogy mi is az, ami elromlott közöttük, nem értik, hogy azok a furcsa, néha paradox érzések miért jelennek meg konkrétan azzal az emberrel kapcsolatban, akit odáig mondjuk szerettek, akire fölnéztek, akihez vonzottak. Tehát azt tudom mondani, hogy a párterápia az a keret, ami esetleg segíteni tud, persze ahhoz kell egy nagyon erős motiváció. A párterápiának a célja az, hogy lenyúljunk és megértsük mind a kettő kötődési mintázatot. A bíróság igyekszik a kibékülés felé irányítani a párokat, ha ez nem sikerül, akkor a házasságot felbontja. A válás azonban jogi szempontból sem mindig egyszerű, főleg ha a gyermekek is érintettek. El kell dönteni, hogy melyik az a szülő, amelyik alkalmasabb a gyermeknevelésre, ki az, aki láthatja csak a gyermeket, vagy adott esetben felmerül-e a lehetősége annak, hogy közös nevelésben részesüljön a gyermek, és mondjuk egy váltott felügyeletbe kerüljön. Amennyiben ez nem lehetséges, és ugye nem jön számításba a váltott felügyelet, akkor a bíróságnak döntenie kell, hogy a másik szülő, akinél nincs elhelyezve a gyermek, az milyen kapcsolattartásban részesül a gyermekkel kapcsolatban, illetve hogy hogyan fogja anyagilag támogatni a gyermeket. A bíró mediátorhoz is küldheti a válófeleket, bár a Dunaszerdahelyi járásban nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel. Pedig a válásterápiával elérhető, hogy a családtagok a lehető legkisebb lelki sérüléseket szenvedjék el. Nagyon nagyban meg tudnál könnyíteni a válások okozta traumákat, eliminálni lehetne azáltal, hogy egy olyan ember, egy pártatlan harmadik ember segíti a folyamatot, amelyben mindketten, tehát mindkét fél úgy érezni, hogy győztesként jön ki a válásból. Ez az, ami a bíróságokon nem igazán történik, mert ott mindketten azt érzik, hogy leigázva jöttek. Nagyon jó módszer, amely időt spórol meg, mert ugye tárgyalásokon azért húzzák az időt, több hónapra elnapolnak egy ellent nem értés miatt, időt és pénzt takarít meg. Többet segítene az, hogyha a két fél ventilálna, mint az, hogy ha ő valamilyen a bíró valamilyen döntést hoz, amit aztán egyik sem tud betartani. A statisztika szerint Nagyszombat megyében a 2017-es adat szerint nőtt a válások száma. 1200 házasságot bontottak fel, 111-jel többet, mint korábban. A Dunaszerdahelyi járásban 259 válást jegyeztek.